Bíróság elé állt Moszkvában Marina Ovsyannikova orosz újságíró, aki márciusban az állami televízióban tiltakozott Ukrajna lerohanása ellen. Utána pénzbírsággal büntették, majd Berlinbe ment, de volt férje nem engedte vele a gyerekeiket, amit most jogi úton próbál kiharcolni. Nemrég több órára őrizetbe vették, miután Moszkvában olyan plakáttal pózolt, amelyen Putyint gyilkosnak, katonáit pedig fasisztának nevezte. Túlélőket keresnek egy oroszok által lebombázott hotel romjai alatt a Donyecki területen lévő Bakhmutban. A mentősök már legalább 2 holttestet és 5 sérültet találtak. A zaporizsiai területen lévő Julivkában egy mezőgazdasági cég hangárjait a hét elején érte orosz rakétatámadás. A repcét és gabonaféléket azóta próbálják kiválogatni a törmelékből. Ukrajna a gabona készletei kifosztásával vádolja Oroszországot és azzal, hogy akadályozza a gabona exportját, bár annak újraindításáról a nemzetközi közvetítéssel megállapodást kötöttek. Az első szállítmányok a napokban indulhatnak a Fekete-tengeren. A hajók ellenőrzését és biztonságos mozgását egy isztambuli központból felügyelik majd, amelyet szerdán adtak át. Ukrajna, Oroszország, Törökország és az ENSZ 5-5 tisztviselőt delegált. Az amerikai külügy szerint kérdéses, hogy az oroszok betartják-e a megállapodást. Több 100 millióan várják, hogy ezek a hajók elhagyják Ukrajnát, és több millió tonna gabona végre a világpiacra kerüljön, mondta a külügyminiszter. A megszállt herszoni terület oroszok által kinevezett vezetői szerint az elmúlt hetekben több mint 11 000 kérvényeztek, és több mint 2300-an kaptak orosz útlevelet. A régiót már a háború elején elfoglalták, hogy szárazföldi folyosót építsenek ki a tőle délre lévő 8 éve annektált Krím-félszigettel. Korábban 1 millióan éltek itt, de sokan elmenekültek. A terület elcsatolását népszavazással szentesítenék, de Ukrajna vissza akarja foglalni. Közben az ország elnöke azt mondta, erős üzenet lenne, ha Biden amerikai elnök Kijevbe látogatna. Volodymyr Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna kész növelni a villamosenergia exportját az EU-ba, hogy ezzel is enyhítse az orosz gázszállítások csökkenésével keletkezett hiányt. Felesége Olena Zelenszka közben a Vogue címlapjára került. A lap cikket közölt a párról, amelyet a közösségi médiában sokan bíráltak, amiért a háború alatt divatmagazinnak pózoltak.